Nos hát, sziasztok ismét. Remélem most már veszi a hangomat, de azért mindjárt meg fogom nézni még egyszer. Hát Star Wars The Old Republic folytatás, T7-nel a háttérben és a fantasztikus Coruscanti naplemente felkeltével. Igen, szóval kicsit jobban berendeztem itt a házam, de mindjárt meg is mutogatom nektek, hogy ilyen ez az egyik szoba. Egyelőre ezt rendeztem be. Itt vannak ilyen kis szekrények, két ágy, ugye egy ilyen kis beszélő sarok, ott van egy ilyen, gondolom az visszateleport, ide tettem T7-t, meg a Astromech droidot, illetve itt is van egy kanapé, meg még két, ez mi? Mik ezek? Van flagshipünk, jaj de jó. Még kaptam egy csomó dolgot, és akkor nézzük is meg, hogy Astromech, miért? Aha, szóval, ja, ide is tettem amúgy ilyeneket, csak így gyorsan megijedtem. Ezek ilyen kis díszek, de szerintem tök jó. Imádom ezeket a robotokat, hú, egy ilyen robotos játék most. Új szemmel. Ááá, de jó lenne, na mindegy. Szóval többi ház vagy szobarész még nincs berendezve. De az egyik be van, úgyhogy meg akartam nézni a térképet. Ja, és akkor ez ennyi. Ja, hogy ez a nagy szoba az ilyen ekkor. Aha. Értem. Ez az 500 000-es, vagy melyik? Nem, 250 000, bocsánat. Jó van, na, de akkor örülünk neki, hogy ilyen dolgok is vannak. És akkor nézzük meg, hogy miket kaptunk. Ajhaj. Az igen, sok mindent kaptunk. Na, egy picikét még akkor ezzel foglalkozunk. Megnézem, hogy miket lehet tenni. Show unlocked. Oké, tehát lehet tenni valami chairt ide. Tegyünk ide széket. Vagy nem kell ide szék? Na, nem tudom igazán. Miket lehet még tenni? Ez micsoda? Junk pile, az valami kuka. Kukát tegyünk ide vajon, vagy nem kell? Hát ez itt gagyi mutat, úgyhogy ide nem kell. Ez micsoda növény? Az igen, növény. Az mondjuk jól jönne szerintem, csak hova tegyük ide szerintünk? Le lehetne tenni. És akkor behúzni ide. Egész oda. Vagy csak egy ötös elég lenne vajon? Mindjárt megnézzük. Á, szerintem marad nullán, oké. Így ez jó lesz. Ez micsoda electronic safe? Ó, van safe-ünk. Az hova tegyük? Ez a széf? Hát az igen. Hova tegyünk széfet? Hát azt nem ide kéne. Vagy maximum ide. És ez micsoda? Ó, hát az ilyenek is vannak. Érdekes minden esetre. Jó, hogy ez ilyen félköríves, aha. Szóval, hogy ez ilyen... Jó, hát szép, akkor ez legyen itt. Még van egy ilyen rubet valamink, azt mondjuk ide lehetne tenni. A rubet. Nem pont visszafelé. Oké. Meg még egy kukát is valahova le lehetne tenni, például oda. Place. Nem pont így kint. Mindig másik irányba tekerem a dolgokat. Oda letesszük. Remek. Igen, meg még szék is van, amit le lehetne tenni. Hát ide nem. Ide se. Hova tegyünk széket?
Vagy ezt a virágágyásnőjére tegyük, vagy ez jó itt szerintünk? Na, szerintem jó lesz, jutott egy kuka. A falra is lehet amúgy. A haszol ide lehet ilyen zászlókat, ez Republic, nekünk olyan kell, nem Imperial. Hova tegyünk zászlót? Szerintem teszünk ide egy zászlót, egy Republicosat. És ezt hogy lehet vajon mozgatni? Ja, hogy így lehet mozgatni. Hát így nem kell mozgatni. Vagy kettőt tegyünk ide? Oda fentre mit lehet tenni? Azt a betyár lámpát lehet tenni, nagyon szuper. Hát itt mindent lehet ide tenni, és abba a picibe. Junker Light. Nagyon szuper. Igen, és akkor még hova tegyünk ilyen feliratot? Lehet amúgy ide kéne, nem? Kettő ilyet. Meg mit tudom én hova. Szerintem jó ez így, nem? Azt ott pikapoljuk. Nem kell több szerintem, vagy kéne. Hát most nem teszünk többet. Igen, hova lehetne még mit tenni? Csak így megnézegettem, hogy körülbelül oda lehet olyat, ide lehet ilyen zászlókat tenni. Igen, ilyen széket, meg ilyeneket még. Elektronik. A széket az hova lehet vajon tenni? Ez mi? Ez egy ember? Merchant. Az igen. Akkor az emberkét, mit tudom, hova tegyük? Ide tegyük ezt? Ide? Hát jó, letesszük ide. Ügyes akkor. Jó. És akkor milyen helyekre lehet széket? Ilyen picire? De nekem hol kell? Ja, lehet ez volt a baj. Ja, már csak székeket lehet letenni. Hát még a mi szobánkba tegyünk pár széket. Ezt át kéne valami ilyenekre. Oké. És akkor ide már nem is lehet ilyet, vagy... De oda betesszük. Ide beteszünk egy széket. Nem mutat nagyon hülyén ott. Lehet ide kéne székeket. Ám itt tudom, hogy jó lesz ez így. Elfordítjuk 90 fokkal. Így. És akkor valaki tud ülni. Jó van ez így, oké, rendben lesz. Jó. Na akkor így néz neki most a mi kis házunk. Tök jó, szerintem. Egész jól néz ki. Nem is tudtam, hogy van ilyen, és hát tudtam, hogy van ilyen stronghold, de hogy ilyen fejlett, meg mit tudom én, ez tök jó szerintem. Na még ezt meg lehetne még fordítani talán. Hogy van, nem, azt kéne megfordítani. Vagy hogy nulla legyen, lehet az is. Nulla, igen, és akkor pont visszafelé. Hát ez most ilyen dekorációs rész lesz. Oké. És akkor ezt pedig picit beljebb tesszük. Ennyire azért nem kéne. Ötösre. Jó.
És akkor ez a szék meg mit keres itt? Na jó, ez gagyi, ezt innen kiszedjük. Majd oda teszünk valami jobb dolgot. Na jó, szerintem akkor így készen ez a kis ház, meg szoba, vagy nem is tudom ez mi. Akkor több levelünk nincs, hál' Isten. Jó. Oké, tehát akkor ezek mind megvannak. Ez nem tudom még micsoda. Ez neki lenne jó, vagy... Nem tudom, mindegy. Na akkor ennyi a ház. Készen van. Majd még visszanézünk egyszer ide. És akkor visszamegyünk Coruscantra. Na oké, akkor menjünk is tovább. Belehallgattam, jó a videó. Szevasz, öcsém, ez még mindig jól néz ki. Oké, szóval akkor most küldetéseket kéne leadnunk. De most hol vagyunk? Megint ilyen hülye helyen? Nem áll. Viszont ez Coruscant, mert látom azt a napot, hál' Isten. Azt hittem a Fleetre megyünk, Republic Fleetre. Itt is ilyen lámpák vannak, most nézem, tök jó. Höh, érdekes. Mindegy, megyünk becsekkolni. Szervusztok. Mi a hely? Ilyenek kellenének, ilyen szőnyeg, meg asztal, meg ilyen, nem tudom ezeket hol lehet venni. Astro Metroid. Na kérlek szépen, mi megyünk a Spaceportra, oké. Na, nem tudom, az előző részben például nekem folyamatosan van egy ilyen sípoló hang a videó alatt, nem tudom, ez néha szokta csinálni a mikrofon vagy a Windows, nem tudom mi a baj. De most is van alatt ilyen hangszerű, hát elnézést, van amikor ezt csinálja, nagyon szomorú vagyok, hogy ilyen gagyi hangminőségem van, de hát egyszer majd csak jó lesz. Szép aperánként először megcsináljuk a fényt, aztán hangot, aztán képet, minden jó lesz. Itt a végén, na itt mik vannak? Ja, ez az eleje. De jó. Te nem akarsz valamit? Nem, ő nem akar semmit. Wow, tök jól néz ki. Remek. Na jó, szóval az elmúlt részben nem volt ugye bekapcsolva a mikrofonom, ezért elnézést, de megpróbáltam utószinkronizálni. Hát nem tudom mennyire lett jó, de nagyjából ugyanazokat mondtam amúgy. Csak itt közben ránéztem a mikrofonomra, mondom, na már ez is ugye a laptopomon elmegy a hang, vagy nem tudom, aztán néztem és ki volt kapcsolva a mikrofon. A fülesen, úgyhogy azért nem vett hangot. De legalább ezt is kipróbáltuk, hogyha kikapcsolom, akkor tényleg nem vesz hangot. Szia Strongholder! 50 szintű, jaj, de ügyes vagy. És akkor még két küldetés le kell adni, és utána jöhetnek a fő küldetések, ha nem lesz több. Ja, még itt akartam megnézni dolgokat, hogy van-e. Hát itt megy az élet rendesen aztán. Meg a 10 FPS is megy nekem. Na ne akadjál be. Hú, de jó. Oh, izé vagyok, levitálok. Tök jó. Na akkor közben láthatjuk a Coruscanti életet. Ott mennek ilyen szép kis emberkék hajóval, meg ilyenek. Na most mi történt amúgy? Beakadt a játék ennyi ideig? Gyá, amúgy szép. Az ott micsoda? Hoppá. Na pont mire az érdekes dolog jönne, akkor ilyen szék is kellene. Preserve your status. Protect the Republic. Na, own your very own stronghold today. Jó, nem érdekel. Mods vendor, az jó lehet nekünk. Jaj, ezek mik ezek a... ez fekete-zöld. Best post exchange around. You need it, we got it. Elnézést, csak akartam az orromat, ez elég gagyi. Speciality. Uha. Nice to see customers. Can I get you anything? No, thanks. Itt mik vannak? Equipment commendation. Ó, az jó lehet. Commendationér. Best prices this side of the galaxy. You check. Ez mi? Ez ilyen szoknya.
Hű, ez de jól néz ki. Kéne venni valami jobbat. Appreciate your business. Lézerkardot. Best post exchange around. You need it, we got it. Nézzük csak meg a miénk, az mit tud. Endurance willpower. Nekünk meg strength endurance kéne. Ejha, és 71, hát ez annyira nem jó, de... Strength endurance 71. Ez még jó lehet mondjuk. Ugye jól néz, ez kéne, ebből kéne kettőt venni. Lehet vajon ilyet? 14 basic commendation, oké, veszünk kettő ilyet. Jó. Legalább nézzünk ki valahogy. Akkor modification, ó, ezek is de jók. Got a full stock and permission to sell. Ja, itt még meg kell nézni, hogy mikre valók. Endurance willpower, nekem mi kell bele? Nekem strength endurance kell. Az azt hiszem a sima kék lesz. Ez aim endurance. Ez endurance willpower. Ez a strength endurance, igen. 5-7. 6-8. Ebben milyen módok vannak? Healed, mod, enchantment. Healed, mod, guardian healed. Biztos ez kell nekem a strength meg az endurance. Csak ez. Ezek milyenek voltak, strength, endurance. Ja, akkor ez kell. Akkor nézzük meg, hogy 6. Nem, bocsánat. 5-7 vagy 6-8, ebben milyenek vannak? Healed. Come back in one piece. 4-6. 4-6-8-2, 8-3. 4-6-8-2. Best place to buy. Jó, durable military grade supplies. 4-6. Ilyen jó lenne 2. 4-6, ez 8-2 volt. Guardian. De ez miért Guardian vajon? Én nem Guardian vagyok. Nem is Commando. Nem a Might kéne nekem? Strength. De mert ez 7-2. 7-5. 7-5. 6-8. Hát mindegy, végül is majdnem ugyanaz. 7-7 vettünk ilyet? Nem vettünk még ilyet. De van ilyenem is. Viszont de ez kell külön. Might healed. Guardian healed. Ja, ezek a modolások, ezek... Nem egyszerűk. Nekem might kell. 7-2. 7-5. Come back in one piece. Na jó, mindegy akkor. Ez micsoda? Ja, ez speciality. Jó, akkor beleteszünk, milyen járgánya volt annak a valaminek. Kivesszük és visszatesszük bele a healteket. Ezt akarom modifájolni. Bocsánat. Ez a fusion core. Ja. A 4-6-osat. Ebbe guardian healed van. Guardian healed. És might mod van ebbe. És fortitude, enchantment. Akkor ezt kiszedjük. 82-be kerül. Jó. És ez a 4-6, ez meg 6-8. Ezt beletesszük. Yes. Apply, oké. Jó, és akkor a másikat is. Ezt a healtet. Ezt kiszedjük. 6-8-4-6-ot beletesszük. Apply. Ebből lehetne viszont másikat venni, ez 3 endurance-es. És most ilyen kis kereskedő. Mi ez? Mit tudom én, mi lesz? Guardian healt 3, ezt majd el is lehet adni szerintem. Most mink van amúgy ebbe?
Most lett új lézerkardunk, de ez még két endurance-es, ami kevés nagyon. Minimum egy 5 endurance kéne akkor. Steam social item, az mi a social? Jó aluragara. Aha. Biztos. Turbol inzadra. Igen, egyetértek. Jó, akkor feltesszük mind a kettőt. Te jó hangja van. Azt a betyár, milyen jól néz ki. Hű, Malgusnak is ilyen kardja van. Tök jó. Jó. Jó, egyelőre jó lesz ez a endurance-es belső kristály. Majd veszünk neki külön weapon vendor. Nézzük meg, mi van nálad. See anything you like, give me a whip. Ez narancssárga. Ah, nem, inkább ilyen sárgás. Nem tudom, majd írjátok le, hogy szerintetek milyen lenne a legjobb szín összeállítás, de majd én úgyis még light armor, nekem szerintem light armor kell. Hát itt semmi is, 15 ezer volt ez a valami ott fent, amúgy. Jó, ez kagyi. Na akkor eladjuk a többit. Take a look at the stock. What can I get you? Ezt is eladom, mert nem használom. Sentinel lightsaber, ezeket is eladjuk. Úgy se kell, legalább ha kezünk most van. Remek. Még itt megnézem, itt mik vannak. Trooper. Ezek a trénerök, oké. Na akkor szertettünk két nagyon fantasztikus lézerkardra. Mennyi a sebzésünk? 132, igen. És 107 volt talán a múltkor a másik lézerkarddal. Tehát ez sokkal jobb. Még megnézem a kristályokat, hát ha lesz benne valami jó. Hoppá, itt is van egy skill mentor, nem is kellett volna elmenni ezére? A fleetre? Hárommal előző. I'm not doing. Itt is volt olyan, akkor nem kellett volna ilyen skill resetelő. Áááá, mindegy. Most remélem nem reszetelt el. Még kellett megnézni a K-val. Üdeg agyi ez a K betű. De itt ezt nem is értem, hát minden szint után régen kaptam ilyen pontokat, most meg nem kapok. Hát ez teljesen gagy ez a rendszer szerintem. Na nézzünk kristályokat. Hol volt az? Item modification talán. Color kristály, igen. Search. Ja, és akkor a price, nem akkor a price-ot, így ilyen. Ja, nagyobb kéne, már van itt blue-ba. Igen, 2500. Ilyesmi is jó lenne. Húj, te jó zöld, meg kék. Ez is de szép, ez mennyi? 5000 egy ilyen? Ez milyen? Purple Outline Hawkeye. De ez milyen? Ez jó szerintetek? Nekem ez tetszik. Ilyen lilás. Ez mennyi? Ez 5000, hát arra pont van pénzünk. És ez milyen? De ennek milyen? Az első az... fehér és... szűr, vagy lila, vagy milyen? Na azt majd megnézzük, azt megjegyeztem, purple. Yellow, csak az a baj, abból kettő kéne, ugye? És hogyha meg nincsen, akkor az gáz. Ja, meg azt is kéne nézni, hogy milyen endurance-es, vagy valami, azt meg is nézem egyből, hogy az milyen. ...41 power-t ad. Power, az nem tudom most hirtelen melyiknek jó. De ez nagyon tetszik. Hú, öcsém, ez milyen szép. Ezt meg is veszem. Ezt megvesszük, ez kész. Ez ronda viszont, ez a ilyen... Á, ez nem szép, de ez a másik, ez nagyon szép.
zöldbe is van. Azért még nézegessünk, hát van még olyan, ami jó lenne. Van egy sárga is. Ez a sárga. Két lila kardom lesz szerintem. Én imádom a lila színű kardokat. Amúgy is, de... Gyű, ez nagyon szuper. Ez 15, 15. Ezek is jók, ezek a mintesek. Ilyen green, zöld, meg mint, meg ilyen cucc. Sea green. Hoppá, itt milyen volt? Yellow resistant. Hát ez sima yellow deadly. Ez power-t ad, ez is de szép. Ez ilyen cyan green. Independent, mennyi féle van, te jó ég. Viszont ez 5000 ér, ez nagyon megérte. Outline, hát ez gagyi. Black purple van csak, ami elég. Nem szép? Ú, a cián is de szép. Ú, ez is nagyon szép. Ez mennyi? 44000. Te jó ég. Purple, heavy. Ez is szép. Ennek milyenek vannak? Ja, ez csak sima. Ha ilyen van a másikon nekem. Ilyen sima purple. Viszont ami most vettünk, az szerintem jobb. A purple Hawkeye az milyen? Az is jó. Lehet, hogy akkor két purple Hawkeye-t fogok venni majd utána. Purple Hawkeye. Oké, ezt megjegyzem. ezer, az igen sok. Purple Hawkeye. Itt van az Evis Centis Cusces. Ez is ugyanolyan. 45000. Kíváncsi vagyok, még a legdrágább például. Cyan Hero. Azt a betyár, és ez mit ad? Expertise rating. Hú, ez is nagyon szép. Van white is. Kivecsém, itt nagyon sok minden van. White, black. Ja, ezzel is sokan szoktak menni. White. Pink magenta. Húha. Direct purple. Na, ilyen van a másik karakteremnek. Igen, ez a két purple-os. Kivecsém, de amúgy lehet kiszeregetni is ezekből a dolgot. Ez milyen? Ez is szép. Na mindegy, nem nézegetek tovább, mert itt a végén még itt ragadok. Úgyis már mindjárt vége a résznek, és akkor elvileg itt kéne megérkezni. Itt van a drágaságunk, szedj csak ki. Jó, ez nagyon szép. Lehet még nem teszem bele a kartba, csak egy élőre. Itt lesz nálam, amúgy ez mit ad? Ez power-t ad. És ami nekünk van modifikáció, ez endurance-t ad. De power az erő. Endurance az nem tudom most hirtelen mi a kitartás, vagy... Ja, igen, a kitartás körülbelül, tehát többet lehet elviselni, több becsapódást. A power meg a strength lesz. Szerintem egész jól állunk. Na, oké. Hát, ez gyönyörű. Advanced, meg kéne jegyezni. Advanced Warfare. Purple Outline Hawkeye Crystal. Ez nagyon szép. Ez rettentő szép. Na jó van, akkor szerintem ennyi lenne akkor ez a mai rész. Nem haladunk, tehát most így kicsit így... állunk egy helybe, de hát mindegy. Legalább lett kardunk, meg ilyen szép kristályunk. Ezek mik amúgy, ezt is fel kéne használni. Ez is nagyon szép lenne a droidunkon, de mindegy. Egy ilyet ellövünk. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a mai részt, és úgyhogy innen folytatjuk legközelebb. Addig is, sziasztok!
Majd egyszer felteszem ezt is. És akkor majd így fog köszönni. Csak még kéne majd még egy, gyűjtünk pénzt következő részbe. 900, hát ja. Na mindegy. Sziasztok!